Wow, hello, sziasztok, szavaztok, mi a helyzet, mi a pályát, újra visszajöve. Így 2023-ban még egyszer, talán még nem mondtam idén, boldog új évet, de ugye tavaly mondtam, boldog új évet kívánok mindenkinek, és örülök, hogy ismét együtt nyitjuk az új évet, és hát hoztam egy történetet, igazából mese-mese maskara, vagy mese-mese habbal, kinek hogy tetszik, voltam egy meleg bárban. Hát igazából ennek a sztorinak az a lényege, hogy hát ilyen helyek is ugye vannak Japánban. Ugye már nekem egyszer volt videóm ugye a, japán melegek, vagy ugye mostanában a szokás divatos mondani ugye LMBTQ emberekről, vagy csináltam egyszer videót, be is linkelem majd valamelyik sarokba, ott lesz. És az úgy történt, hogy mikor még bármenedzserként dolgoztam, akkor volt egy nagyon kedves vendégem, aki Tókióból sütcsózott, ugye, ugye volt nálunk ugye Oszakában, és hát haza kellett mennie, és ő engem nagyon-nagyon kedvelt, és ő mondta, hogy hát hogyha van rá mód, esetleg akkor nem-e mennénk el egy utolsót iszogatni így be az éjszakába. Én mondtam, hogy hát megkérdezem a páromat, hogy lehetséges-e, igen, mondott, mondta, hogy persze, ha jó fejvendég, minden, mondta, hogy meg vagyok hívva, mondom, akkor hajrá. És azt hiszem, hétköznap is volt, és belevettettük magunkat az orszakai éjszakába, ami hát nyilván hétköznap nem túl izgalmas, és úgy barangoltunk Namba környékén, vagy Sinszájban, és talán nem is emlékszem erre már túlságosan jól. És akkor megálltunk egy, vagy hát látott egy táblát, azt hiszem Louise volt a helynek a neve, Ruiz japánul, ha, ha emlékem nem csal, és akkor én mondta, hogy menjünk be oda, nézzünk körül. Úgy jónak, úgy jónak nézett ki a felirat, pedig hát ugye jóbornak nem kell cégér, de hát itt azért kellett. És akkor bementünk, bementünk, egy olyan kultúrát, tip-top bár, kellemes színekkel, de tényleg kicsit ilyen modern volt, még azt is mondom, hogy mi nem is volt ízléstelen, tehát semmi, 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 jól. semmi gyanú, gyanú nem volt azzal kapcsolatban, hogy mint ahogy a címből is kideríthet, kideríthetitek, ahogy csak meg tudok beszélni egy este fele, hogy, 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 milyen helyre fogunk ö, beülni. Leültünk, egy ilyen tipikus, egy ilyen párasztalos, minden snackbár, hát a snackbárokat úgy kell elképzelni Japánban, ezeket a tipikus ö, fajtáit, hogy van egy olyan hosszú pult, és esetleg pár ilyen kanapé egy-két asztal tehát az asztalos leülős rész az általában kevés, tehát ezek ilyen kicsi helyek, legalábbis a nagy része. És ö, becsücsültünk, és kikértünk egy italt, és megjelent a pincér, vagy hát a, bocsánat, a pultos. Akinek egy kicsit könnyedebb volt a mozgása, finoman szóval mondhatjuk, hogy már látszódott messzélő rajta, hogy olyan csodálatos adottsága rendelkezik, hogy puszta kézzel képes kivasalni az inget. De nyilván ez abszolút semmi probléma nem volt. Kikértük az italunkat, nagyon jó volt, és ha vendégem, mondhatjuk, hogy már ismerősöm is, mert igazából a mai napig ott kontakt vagyunk, néha egymásra írunk, tehát is akkori vendégem, mostani ismerősöm, és így oda vetette nekem, hogy miközben rágyújtott, hogy hát, hogy is fogalmazzak, azt mondta a hogy, hogy csinkocsódáj mi van? Ez magyarul rusztikusan lefordítva, passzod már a faszt. Mi van? Micsoda? és így néztem, és így oldalra néztem, és megláttam, hogy a hamutartóból egy finoman erektált, ágaskodó, mondhatjuk azt, hogy nem tipik méretű pénisz, tehát akkor egy, 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 egy dákes, és akkor az alatta volt így a hamutartó. Tehát így képzeljétek el, hogy a dákesz, és akkor hamus. És így mondom, hm, mondom, érdekes hely. Biztos leértékelve volt. És akkor én láttam, körbenéztem, hogy mindenhol ő, fütyis hamutartók voltak, aztán így megnéztem az ilyen tartóoszlopokat, ott is ő, fütyis <laughs> emberek, által férfiak voltak, illetve a női és a férfi WC amúgy ritkaságba ment, mert általában az ilyen sznekekbe vagy nincs WC, és én ki kell menni a folyosó végére, vagy egy darab WC és akkor azt használja mindenkinek. Volt fiú és női WC, és akkor volt egy, volt egy ilyen lányruhába öltözött fiú, meg egy fiú öltözött fiú. Hát most ez úgy derült ki, hogy a fiú vagy férfi, hogy ilyen szakállas volt a figura, és akkor majd, akkor majd rájöttem, hogy hm, vajon mi most hol is lehetünk. De úgy így egymásra néztünk, hát, lehet azt hiszik, hogy mi egy pár vagyunk. Hát ne is haragudj, drága barátom, hogy mondtam neki, de nem vagy az esetem. Na de hát. Aztán megjött a főnök. A főnök, aki nem tűnt olyan embernek, mint aki ugye a másik kapura játszik. Abszolút. És nekem ez a szimpatikus ilyenkor, tehát hogy amikor nem veszi fel azokat az allűröket. Persze van, van olyan, aki feminim típus, és az sokkal lányosabb a mozgása, Mondom, nincs ez az ég egyetlenül semmi-semmi probléma, de nekem az valahogy szimpatikusabb. Én ezeket a csajos csajokat sem ezek ezeket nyen 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 Én azokat, tehát hogyha, a, ha nem, tehát én úgy gondolom, hogy ha én meleg lennék, akkor valószínűleg az a feminim srácokat sem nagyon csipáznám. Én szeretem, hogy, hogy, hogy ha, jó, olyan mint egy haver, vagy ilyesmi. Nem szeretem ezeket a nyekergő ny 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 picsákat se. Szóval ugyanúgy a feminim srácok se jönnének be valószínűleg, hogyha meleg lennék. De, tudtam, ma nem vagyok. De. Na mindegy, és akkor bejött a csávó, abszolút nem tűnt annak, és ő mondta, hogy ez igazából nem meleg, bár bár annak néz ki, de nem véletlen például a jelzés a WC-n, hogy egy lányuhába öltözhetett szakállas férfi van ott, hiszen itt bár sokan meleg vendég, de itt drag queen sokat szoktak csinálni, és ő is beöltözik. néztem a csávóra, de mondom, de te hetero vagy? Mondja igen, tényleg, és így meglepődtem. Vagy ezt én csak egy poénból szántam oda, mert hát ki, ki más vezetne egy meleg bárt általában? Én nem tudom, úgy tudom, hogy Magyarországon is, amikről én így hallottam, ott is általában a tulajdonosi kör, meg ezek azok, ugye? melegek elsősorban. De nem, ő, mert neki ez a hobbija. Tehát ő ugyanúgy él a hétköznapokban, van neki ez a kis boltja, amit ő így megnyitott, vagy ez a kis bárja, amiből túl sok bevételt úgy nem vár, ő a hétköznapokban dolgozik, mint üzletember, és egy hétvégente te beöltözik. És természetesen, akinek van ő, ő, erre a fajta hobbira affinitása, azt ő nagyon szívesen látja. És így, így gyűjtötte a közönségét, és ő és, és így már nyomják ezeket a sókat, néha meghívják őket más helyekre, és már nagyon színvonalas. Nem volt arra szerencsém, hogy én ezt megtekintsem. De minden esetre egy érdekes dolog volt. Én még életemben nem láttam Drag Queen de talán egyszer nem zárkózom el a lehetőségtől, mert hogyha valami színvonalas, és hát mert tudom, hogy általában a nem nagyon ízlésesek, mert tényleg ez a túl, túlságosan a smink, de hát ez, ez ilyen. Most ez kb. pont olyan, hogyha valaki azt mondja, hogy, hogy a gésák nem ízlésesek, mert falfejére vannak már, hát a maximum nem jön be. De nyilván, ha jó a produkció, és jó van előadva, bármikor, bármikor. De erre nem volt lehetőség, viszont volt egy ilyen tipikus, amiért valószínűleg mert nem azt mondom, hogy ütnék rosszabb kedvemben, de valószínűleg rossz néven venném, de akkor hogy jó volt a hangulat, vagy tényleg, tényleg tök jól eldumálgattunk, hogy a, volt ott ennek a főnöknek egy barátja, aki viszont másik kapura játszott, és én kérdeztem, hogy, ő, nem kérdeztem, hogy közöltem, hogy ne haragudj, elmennék wc és akkor ez a srác ez így felajánlotta nekem, hogy nagyon szívesen elkísérne, hát mondom, drága barátom, ez a szituáció most ez kb. olyan, mint a cifrafosás, nem kell erőltetni. De még kicsit erőszakoskodott, ő japán voltam, úgy meglepődtem, hogy milyen rámenős, hiszen általában a japánok azok félénkek. De ezek szerint nem, de ilyen rámenős volt, mondtam, hogy nem, 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 nem. És végül is nem lett belőle semmi, de nyilván én, nem szeretem ezt. De végül is, ha úgy veszük, tehát ezt a lányok is tapasztalják, meg egy srác, ugye rámenős, avagy fordítva, és akkor nyomul, 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 és nyilván kell egy határozott kiállás, hogy apám, ne. És itt most nekem kellett ezt a határozott kiállás megtennem. De mondom, érdekes volt. Tehát nekem, nekem az első ilyen tapasztalásom volt, és japánba és úgy azt hittem, hogy ez egy ilyen maradandó sok és trauma ként fog érni, de nem ért. Hála a jó Istennek, nem, nem, nem. És most az, azért mondom, mert ilyen régi módi karakter vagyok. Tehát nyilván én itt Japánban oldódtam föl sok, sok esetben is. Tehát akár, akár, tehát én, mit tudom én, tehát most nem, nem magával a meleg témával, mert ezzel már találkoztam otthon Magyarországon, de például az, hogy én egy, 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 egy fekete emberrel beszélgessek hosszabb időre, vagy kezet fogjak, és ez most nem az undor, hanem maga. Hát Magyarországon nem, nem, nem tudtam négerekkel kapcsolatot létesíteni, én nem jártam a helyekre, nyilván nem is voltak olyan túlságosan sokan, és egyszerűen nem, és így Japán volt az első, hogy én fekete emberekkel beszélgettem. És egy teljesen más attitűdös stílust ismertem meg, és így tényleg így oldóc oldosz. Tehát én azt mondom, hogy azért ez a multikulti azért nem rossz, hogy Japánban sem, mert tudjuk, hogy, hogy általában a külföldiek az csak az országnak egy 2 százalékot adják, és ugye abban benne vannak az ázsiai külföldiek is. De ez egy jó dolog, hogy mindenféle ember található. És kérdeztem amúgy, emlékszem akkor talán a, a tulajt, hogy nekik nincs ezzel gond, hogy mondjuk ide följön valaki, és, és nincs nyilván tartva, hogy ez egy ilyen hely. Ó, jó, elvileg nem meleg, bár de hát egyértelműen az volt, tehát nagyon sokan járnak oda a drag queen miatt, és én mondtam, hogy nem is volt még eddig panasz. Bejött valaki, maximum megívott valamit, ilyen japánosan, ez nem, nem tette szóvá. És ami nagyon érdekes, hogy bár nem volt jelezve, Viszont én úgy tudom, hogy nem is lett lehúzva a hely. Tehát, mint akkor megnéztük volna a ilyen értékeléseket, aztán TripAdvisor-at, talán akkor már még a Google mappon nem lehetett értékelni, ha jól emlékszem, de talán TripAdvisor már volt. És nem volt lehúzva a hely. nem volt az, hogy bejött és na, itt egy büdös buzik, itt vannak, és nincs is jelezve. Hanem nem, itt az, hogy bejöttem, megittam valamit, finom volt. F -f -f fényképezett az akkori technológia, mert ez nem ma volt, ez már vagy 8 éve. Szerintem, de lehet, hogy tíz, van az már 10 is. Hiszen 2011-ben jöttem Japánba, lehet, már az már 10 év, és hogy én ezt megléptem. De, de hogy nem figázták le. Most én nem tudom például, hogy mondjuk Magyarországon egy ilyen, hogyha van egy kocsma-kocsma, vagy bár-bár, és úgymond nincs így elterjedve, így nem cirkulál a networkön, akár bárhol, hogy na hát az ott az egy, az, az egy olyan hely. Én nem tudom, hogy hogy, hogy hogy mennyire marad a negatív kommentek nélkül, mert szerintem azért Magyarországon még szétszedik, de hát tudjuk, hogy azért még a magyaroknak még ebből a tekintetben még van mit bőven tanulniuk. De itt valahogy ebben a mocskos homofóbországban, hogy nyilván még egy csomó dolgot nem lehet, ahhoz képest az elfogadás, mindig azt mondom, lehet, hogy a, 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 jogszabályok bizonyos dolgokat nem biztosítanak az hasonló emberek számára, hasonló identitás. Nem szerintem ez az LMBTQ kifejezés, most komolyan ABC betűk rövidítésével hivatkozunk egy emberre, hát ennyire üssünk, üssünk a karjukba egy számot, és hívjuk őket 1, 2, 3, 4, 5, 6 nem? A mások. Nyugodtan. Én úgy gondolom, hogy van a normalitás. Mindig van, ami, amit kellünk normálisnak, és akkor valamiattól pozitív vagy rossz értelemben nem normális, és ez nem feltétlenül gonosz dolog. Most belüljük az, hogy mit tudom én, az Opel korza az egy normál autó, vagy egy Suzuki Swift vagy egy normál autó. A Suzuki Swifthez képest, mit tudom én, egy 40 éves kerék nélküli Trabant abnormális. Úgy vesszük. De nyilván a Suzuki swift képes, meg egy legújabb Bentley Continental GP, GT, bocsánat, sem a normálisra tartozik, szóval attól, attól, hogy mondjuk a melegeket másnak vagy. Akár mondhatjuk azt, hogy nem normálisnak hívjuk, az nem feltétlenül negatív. Ez ugyanaz, mint a cigány, a zsidó, bármilyen, hadd már köt cigány. Tehát, hogyha a költőinknek jó volt József Attilának, meg Vörös Marti Mihálynak a már nekünk is jó. Ha bizonyos pejoratív jelzőt teszek elé, vagy olyan hangsúlyban mondom, akkor nyilván. De minden szóval ezekhez a másokhoz is a japánok úgy állnak hozzá ezekhez, ezt most rosszul mondtam, nem baj. Ez a másokhoz is úgy állnak hozzá, hogy igen, lehet, hogy nem tüntetnek ért a japánok, mert most abban most egy nagyon-nagyon tüntetős nép. Lehet, hogy lassan idobulnak a jogszabályok ahhoz a normához, amit úgymond a nyugat elvárna. Nem tudom, hogy kell-e, de ezt majd itt eldöntik az itteni emberek. Majd itt Japánban eldöntik. Ne a nyugat döntse, hogy Japánnak mit kelljen tennie, és hogyan, és mit, és merre, és hogy. Majd azt ők megcsinálják. Illetve majd a japán melegek kiállnak magukért, ha úgy érzik, hogy olyan szinten el vannak nyomva, hogy nem tudnak létezni se, illetve a depresszióban élnek a, a szexuális hovatartozásuk miatt. De... De egyszerűen nem éreztem úgy soha, hogy itt bármilyen problémájuk lenne. Én nyilván heteróként éreztem ezt, hogy nekik, tehát ez persze úgy mondhatjuk, hogy nem releváns, de tehát, hogyha most magyar viszonylatokban gondolkodom, amiket azért látom a net, látok a neten, ahogy mi, illetve az én ismeretségi köröm kiindult annó, mikor otthon éltem. Tehát azért, azért, azért Japán még mindig, mindig sokkal elfogadóbb ország ebből a szempontból, de hát ennek történelmi gyökerei vannak, és hát erről szól a, a videóm is. Na mindegy, reméljük, hogy érdekes volt ez a videó, egy kis story time, így az első visszatéréshez, illetve nem felejtettem el, tudom, hogy adós vagyok például egy könyves videóval, tudom, hogy adós vagyok, még valaki megkérdezte tőlem, de az valószínűleg kocsi vlog lesz, hogy ez a már rég volt kocsi vlog, hogy ez a milyen attitűdöm, illetve tulajdonságom van nekem, amit vagy, vagy nekem, amivel megnehezett, a Japánban való életem, úgymond. Illetve majd bele fogok vágni egy hosszabb projektbe, ami megint új, fent egy könyv kielemzése lesz, ami egy baromi hosszú sorozat lesz, ha jól tudom, 10, és kurva hosszú videóba fog állni legyen idő megcsinálni. Na mindegy, remélem, hogy, hogy ez a kis összenetke is tetszett, illetve nem léptem túl a pc a határát, bár nem mintha nagyon érdekelne. Én havasi voltam, szevasztok. Na ciao.